Sziasztok, én Streardi vagyok, és a mai nap alkalmával egy fájhallgatót mutatok be nektek. Mint látjátok, ilyen fájhallgató, és ötféle színbe kapható, sárga, kék, fekete, rózsaszín és pisztáciazöld. Szerencsére pont a feketét kaptam meg, úgyhogy ez a fejhallgatóhoz jár egy ilyen töltőcsatlakozó. Ezzel fel lehet tölteni. És akkor mutatom magát a fejhallgatót. Tehát itt van a fejhallgató, így néz ki. Itt vannak oldalt a csatlakozók. Egy AUX bemenet, egy USB bemenet. Van rajta egy SD kártya foglalat, egy microSD kártyát bele lehet tenni. És akkor itt vannak oldalt a gombok még. A felső gomb, tehát hogy mutassam, tehát ez a bekapcsoló gomb, itt ez. Itt van a mód gomb, ezzel lehet a módok között váltani. Ez a hangerő szabályzó gomb, ezzel fel lehet vinni a hangerőt, ezzel a másikkal meg hangra lehet venni. Bekapcsolása nagyon egyszerű, hosszan kell nyomni a bekapcsoló gombot. Be is kapcsol, és így világít az egész fejhallgató. Rácsatlakozni nagyon egyszerű. Ugye Bluetooth-on rá kell keresni a fejhallgatóra, és már is szól a zene. Meg is mutattam, tehát itt a régi telefonom. 66BT, rá kell csatlakozni, és meg is van. Belépünk a YouTube-ba, beírunk egy random számot, mondjuk legyen az, hogy tankcsapda. Itt a hang előtt ugye fel lehet vinni maximálisra. Maximálisan van. Kicsit beletekerek a számba. Elég durván szól. Akkor beírok egy másik számot. Don't Farber, Don't Touch. Na, ezt hallgassuk meg. Ez elég durván szól. Már tetszik. És még valamit elfelejtett mondani a fejhallgatóról, hogy itt, ami világít itt ez a rész, ez azt jelenti, hogy mennyire van feltöltve. Tehát ez a feltöltést jelzi. Hogyha egy kéken világít, az azt jelzi igazából, hogy rá van csatlakoztatva a Bluetooth-ra. Viszont, hogyha már így pirosan kezd el világítani, akkor azt jelenti, hogy már kezd lemerülni a fejhallgató. Meg hát ugye jár hozzá egy ilyen kis instrukció, miket kell róla tudni. A wireless, ez a frequency. Hát ez a frekvenciája. Wireless distance, ez a távolságot jelzi. Akkor az, hogy 88 decibeles, töltési idő az 1 óra. Hát nagyjából ennyi. Link a leírásban, hogy honnan lehet ilyen fejhallgatót rendelni. Hát még a dobozán is le van írva igazából, hogy mik a frekvenciák, tehát nem a frekvenciák, hanem a specifikációk vannak leírva. Viszont szerencsém van, hogy feketébe kaptam. Viszont itt a dobozán még rajta van az, hogy kiforgalmazza.
De mondom, a link a leírásban. Igazából árát tekintve nem is oly drága, 4000 valamennyi. Viszont kiszállítási díjjal együtt 6000 valamennyibe került, úgyhogy szerintem egész jó ár arány kategóriába tartozik. Nos, hát nagyjából ennyi lett volna erről a fejhallgatóról bemutató. Amennyiben tetszett a videóm, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel. Ha bármi kérdésetek lenne a fejhallgatóval kapcsolatban, vagy esetleg hozzászólásatok, nyugodtan tegyetek meg a komment szekcióba. Én ezzel búcsúzom, addig is, sziasztok!